más szezonod volt ugye a Finn Ligában. Hogy érezted, mi volt a különbség a svédhez képest? Igazából akkora nagyon nagy különbség nem volt. Tempó kb. Ugyanakkora, elég sokat ütköznek itt is. Elég sokat kell fedezni a korongot, meg azért látszik, hogy a fizikai helyzet az kb. Ugyanott van. Ami egy kicsit másabb talán az a támadójáték, hogy itt ott fényben sokkal több az offenzív játék, mint svédben. Svédben mindenki tudja, hogy mi a dolga, és nagyon nehéz gólhelyzeteket alakítani. Kifinben egy kicsit ez könnyebb volt. Ugye éppen zárult volna az alapszakasz, amikor azt mondták, hogy itt van a vége a bajnokságnak. Jó helyen álltatok, az 5. helyen. Nagyon jó szezon tudunk így magunk után. Sajnos így ez miatt a vírus miatt elég rosszul fejeződött be. A csapatunk még soha nem volt playoffban. Itt történelmet tudtunk írni, úgyhogy az egész város, meg mindenen lehetett látni, hogy mennyire velük voltak, meg mennyire szerették a hoppit, mennyire milyen sok ember jött ki a meccsekre, úgyhogy elég szomorú, hogy így alakult, hiszen még sokkal több volt bennünk szerintem, meg talán meg is tudtuk volna nyerni a bajnokságot. Természetesen nem lett volna egyszerű dolog, de szerintem volt rá esély. És a saját szezonodat hogy látod? Rengeteget tudtam fejlődni, elég sok lehetőséget kaptam az edzőtől. És talán minden terv szerint alakult, ami miatt egy kicsit szomorú vagyok, ez beteg lettem a vége fele, úgy hat meccset ki kellett hagynom. Ezt a 6 meccset le akartam volna játszani, hogy még jobb szezonom legyen, de sajnos nem tudtam mit csinálni, de mindenféleképpen egy nagy lépést tettem a fejlődésembe, és elég pozitívan látom a szezon. Ez ami sérülés volt, vagy inkább valami megfázás félség? Nem, mandulagyulladás, egy táj volt a torkomban, amit fel kellett nyitni egy párszor. Szerencsére most minden rendben van. Ami még lehet, hogy ki kell venni majd a mandulámat, most jelenleg nem tudja, mert csak az akut eseteket csinálnak, úgyhogy lehet, hogy majd egy kicsit később ki kell vetetni. De remélhetőleg megúszom, és nem fog visszajönni. Te is említetted, hogy sokat fejlődtél az új csapatodban. Milyen visszajelzések érkeztek mondjuk az edzőitől? Elég jó szezon zártam, úgyhogy elég mindenki pozitív volt, és nagyon meg voltak velem elégedve. És úgy beszéltük meg, hogy a jövőre még több bizalmat fognak nekem tudni adni, aminek nagyon örülök, és remélhetőleg megint egy ilyen jó kis csapatot sikerül összeszedni a vezetésnek, és akkor talán nem lesz baj. Amikor úgy döntöttél, hogy a finnekhez, a Kokó csapatához igazolsz, akkor amit akkor képzeltél, vagy elterveztél, az mind megvalósult, vagy még több minden történt veled? Hát inkább mondanám azt, hogy még több valósult meg, mert azért ennyire nem terveztem jónak, hiszen előtte lévő szezonban a Kokó egyik, nem tudom, hátulról talán a harmadik, negyedik csapat volt, most megint top csapattá tudtunk alakulni, úgyhogy azt hittem, hogy nagy kihívás van előttem, ami egyébként volt is, de sokkal jobban sült el, mint ahogy gondoltam volna. Ilyen jó szezonom még nem volt, és végre a sok kemény munka ki tudott jönni, amit jó volt végre megmutatni, hogy benne van az emberben. Ugye arról beszéltünk, hogy mi a különbség a svéd és a finn bajnokság között, de mi a különbség a svéd és a finn élet között? Szerencsére a finnben a svéd a második official language, úgyhogy minden ilyen banki, meg rendőrségi, meg bejelentkezés, meg minden ilyen dolgot svédül tudtam intézni, ami eléggé megkönnyítette az életet. Finnül nem olyan könnyű beszélni, úgyhogy a nyelv az, ami a legnagyobb különbség. De egyébként így az élet nagyjából ugyanaz az életszínvonal. Emberek is hasonlóak, egy kicsi kulturális különbség van, de annyira nagy nem, hiszen én úgyis mindig csak hokisokkal, vagy általában csak hokisokkal találkozok, és ott a hokisok meg talán mindenhol ugyanolyanok. Ugyanazokat a dolgokat megyünk át, ugyanazokat a dolgokat szeretjük, együtt vagyunk, nem tudom én hány órát egy nap, úgyhogy ezzel nincs gond, hogy beilleszkedni, vagy
ilyen gondok nincs. Ugye az évnek ennek az időszakában azért még bőven a jégen vagytok, hiszen mennek a bajnokságok, meg ugye még a világbajnokság is most következett volna. Mennyire fura az, hogy így vége szakadt, nagyon hirtelen, és nincs jég ahová menj, nincsenek meccsek. Hát elég nagyon fura, ilyen rövid szezonom még soha nem volt, hiszen mindig volt rájátszás, vagy VB, ami elég sokáig tartott. Úgyhogy elég rossz érzés, hogy ilyen sok idő van még a következő szezonig, hiszen a nyári edzés az nem a hokisoknak a kedvenc időszaka, és most elég hosszú lesz így, úgyhogy de nem lehet sajnos semmit se csinálni, úgyhogy csak szeretni kell, ami most következik, és még jobban edzenem, mint tavaly. Sokan otthon edzenek, otthon tudják megoldani, nálad milyen helyzet Svédországban? Le tudsz még menni fitness terembe, vagy ezt neked is otthon kell megoldani? Nem, szerencsére még nyitva vannak a fitness termek, meg azért az ember most is még azért nem akar úgy teljes erőbe elkezdeni edzeni, hogy lesz lemenni, futni valahova, vagy inkább akkor ilyen floorball edzésekre szeretek járni, vagy focizni ilyen amatőr csapatban, ami azért elég kemény, de vicces is mellette, vagy jól érzi magát az ember. És akkor ezeket a futásokat majd egy kicsit később elkezdeni, egy 2-3 hét múlva. Úgyis sok idő lesz még a következő szezonig. Úgyhogy szerencsére még meg lehet oldani ezt ilyen szempontból, de szerintem itt is egy pár hét múlva be lesznek majd zárva a dolgok. Térjünk át egy kicsit a válogatottra, ugye hát elmarad idén a VB, hogy érintett ez a döntés? Eléggé rosszul esett, hiszen, mint ahogy mondtam, így a felkészülés nagyon hosszú lesz a nyáron. Meg természetesen az angliai siker után szerintem sok volt a csapatban, amit rossz érzés, hogy nem tudtunk most így megmutatni. Nem lehet sajnos sok mindent csinálni. Most nagyobb dolgokról van szó, mint egy hoki VB vagy egy hoki meccs, úgyhogy csak szeretni kell most ezt a helyzetet, és remélhetőleg jövőre az olimpia selejtezőn össze tudunk megint úgy jönni, mint most Angliába, és meg tudjuk mutatni, hogy mi is van bennünk. Szerinted reális, hogy augusztus végén meg tudják rendezni ezt az olimpiai selejtezőt Rigában? Hát én nagyon remélem, hogy ez a vírus egy hónapon belül már lecsillapodik egy kicsit, meg talán el is tűnik, remélhetőleg, hogy ez lehetem annyira reális, de szerintem, hogyha ez a le tud csillapodni egy kicsit, akkor mindenféleképpen reális. Ami nagy kihívás lesz az, hogy meg ki tud jeget találni, meg hogy tudunk edzeni előtte. Augusztusban nem szokott az ember top formában lenni a jégen, úgyhogy ez egy kihívás lesz, de gondolom ugyanez lesz a többi csapatnak is a selejtezőn, úgyhogy remélhetőleg ez jól fogunk tudni majd ebből kijönni.